és megtisztelték professzor Paplós urat, hogy meghallgatják az ő előadását, és őt is nagy szeretettel üdvözöljük körünkben. Régóta terveztük, hogy meghívjuk, most jutottunk el anyagilag odáig, hogy meg tudjuk magunknak engedni, és bízom benne, hogy egy felemelő előadást fogunk hallani tőle. Először is köszönöm a meghívást, és valóban köszönöm, hogy megtiszteltek szombat délután szabad idejükből kiszakítva egy órát, hogy meghallgassanak. Az előadásom címének azt is lehetett volna mondani, adni, hogy egy József Attilai mondattal kellene kezdenem, ami úgy szól, hogy az igazat mondd, ne csak a valódit. Önök ebben a rettentő, sok információval bíró világban, ahol a televízió, a rádió, az újságok hatalmas mennyiségű információt közölnek, a jelenlévő őszhajúak segítségét majd fogom kérni, hogy ez a világ mennyiben változott meg, és az előadás nagyon lényeges eleme az, hogy én gyógyító vagyok, én nem változtam meg azzal, hogy letettem a szikét és nem operálok. A Teremtő engem azért küldött ide a Földre, hogy segítsen, szolgáljam embertársaimat. Elsősorban a Kárpát-medencében élő magyarokat, de a Teremtő azt a kegyelmet is megadta nekem, hogy én bejártam a világot. Ausztrália kivételével valamennyi földrészen tanultam, tanítottam. 1984-85-ben hívtak meg az Amerikai Egyesült Államokba a Bostoni Harvard Egyetemre az itthon végzett kutatásaim alapján. Néhány szót kell szólni arról, ami a mi szívünk és keringésünk. Ez maga egy csodavilág, különösen akkor, hogyha elmondjuk a csodákat, és ebből kell kiindulni, mert a betegséget nem meggyógyítani kell, hanem megelőzni. Ez a rendezvény is azért történik, és a belépés előtt néhány percbe végig jártam azt a néhány pultot, ahol egészséges élelmiszerrel próbálnak önöknek segíteni. Képzeljék el, hogy a szívünk a fogantatás utáni harmadik héten elkezd dobogni. Akkor még a magzat milliméter nagyságú, de már ott van a milliméternél kisebb elemi szívcső, ami elkezd pulzálni. Meddig kell a szívnek dobogni? Halálunk élet pillanatáig, életünk végéig. Minden szervünk meg tud pihenni. Gondolják el, ha az agyuk elfárad, elalszanak. Ha az izmaik elfáradnak, akkor megpihennek, leülnek, lefekszenek. Ha a gyomor bélrendszert terhelik, mert nehéz, és a gyomorbélrendszernek nem jó táplálékot fogyasztottak, akkor pár napig diétáznak, pihentetik az emésztőrendszert, hogy helyre tudjon jönni. És a szív mikor pihen? Bizony pihen, és ezt kell tudni, ez a legfontosabb. Kettő ütés között. Bú-tup-bú-tup-bú-tup, dobog a szív. És ha a szív gyorsan dobog, akkor alig-alig pihen. Ha a vérnyomás magas, akkor a szívnek sok munkát kell végezni. És a modern világban, ebben a világban, amelyben mi élünk, elszakadtunk a természettől. És azért nézek az őszhajúakra, mert még az ő gyermekkorukban
a magyar országon, Kárpát-medencében élő emberek egy jelentős része a természetben élt. Parasztok voltak, földművelők voltak, és annak idején áram sem volt mindenhol, televízió nem volt, rádió is csak egy-egy házban. Tehát amikor a nap fölkelt, akkor fölkelt az ember, és amikor a nap nyugodott, akkor az ember is nyugovóra tért. Számolják ki, hogy a téli időszakban, amikor több mint 14 órát sötét van, abból a magyar parasztember 12 órát feküdt és pihent. Az is nagyon fontos, hogy tudják, hogy abban a világban megtartották a vasár és ünnepnapokat. A bizonyos sötét középkorban, amit így tituláltak, és akik oskolába járták, tanulták, hogy ó, milyen borzasztó dolog volt, mert ó, tizedet szedtek, meg kilencedet. Képzeljék el, hogy 20% adót kellett fizetni, számolják ki, hogy ma mennyit fizetnek, és 152, jól hallják, a 365 napból 152 vasár és ünnepnap volt, amikor a jobbágy sem dolgozhatott, mert a kegyúr akárhova is mentek ki a saját földjéről is, hazaküldte őket. Tehát az évszakoknak megfelelően éltünk, a természetben éltünk, nyáron, amikor hosszú volt a nappal, sokat dolgoztunk, sokat izzadtunk télen, amikor pihentünk és néhány kilót felszedtünk, az kellett, mert az egész tavaszi-nyári munkák, őszi munkák kívánták azt a plusz energiát, amit tartalékolt a szervezet. Tehát télen, tavasz elejére egy kicsit meghíztak az emberek, és ősz végére olyanok voltak, mint a vadászkutya horpaszuk volt, tehát volt egy természetes ritmus, ez az évszakok ritmusa, volt egy napi ritmus, mert sötétben, ingerszegény környezetben tudtak aludni, és mit teszünk ma, amikor besötétedik, fölkapcsoljuk a villanyokat, bekapcsoljuk a televíziót, és nézzük, meddig, hát addig, ameddig a műsor olyan, és van, aki, és Budapesten ez a legrettenetesebb, évfél után 2-3-ig nézik a tévét, 10-kor fölkelnek, akkor álmosak, fáradtak, megisszák a kávéjukat, mozogni nem mozognak, mert hova menjenek le abba a bűzös Budapestbe, és kezdik újból előre. Ja, és közben, mivel unalmuk vált, mit csináljanak? Nassolgatnak, eszegetnek. És jönnek föl a kilók. És nem ez a baj, hanem az a baj, hogy nem szabadulunk meg tőle, mert nem dolgozunk. Az emberi lét és az egészség három lábú széken áll. Ez a három lábú szék, test, lélek, szellem. A testet a modern korban megpróbáltuk gyógyítani, és valami csoda dolgokra képes az ember, a tudomány. Egyetlen egy olyan műtétet mondok el önöknek, nem kell megijedni, nem fog folyni a vér, de hogy mire képes ma az orvostudomány. Itt édesanyák vannak, nagymamák vannak, meg leendő, néhány leendő édesanya, ott hátul látok egyet feltétlenül. Hát olyan sok gyermek és fiatal nincsen. Tehát ma már a szív ultrahang készüléknek egy speciális válfaja, amikor a magzat szívét tudjuk vizsgálni az édesanya hasfalán keresztül. Ilyen képeket már adnak 4. hónaptól, amivel nagyon nem értek egyet, de a tudomány számára rendkívül fontos,
hogy vannak olyan szívbetegségek, amelyek az evilági élettel összeegyezhetetlen. Ha világra jön, ez a baba abban a pillanatban meghal, mert a szíve úgy alakult ki, hogy a két vérkör nem kapcsolódik egymáshoz. A magzati életben nincs szükség légzésre, nincs szükség tüdőre, nincs szükség a tüdőkeringés biztosító jobb kamra erőteljes működésére. Ilyenkor a 8. hónapban, amikor a mama az áldott állapot 8. hónapjába ér, és felfedezik ezt az életet nem engedő betegséget, akkor a szívsebész fölvágja a mama hasát a 8. hónapban, mikor a magzat 8. hónapos, fölvágja az anyaméhet, a magzat vizet kimerik egy edénybe, közben befogják a baba száját és orrát, mert nem szabad levegőt venni, ugye? Még a magzat vízben befogják az orrocskáját és a száját. Ilyenkor a magzat 1000 gram, 1500 gram, tehát 1,5 kiló, fölvágják a baba mellkasát, megoperálják a szívét, nem kell speciális szívtüdő motor, mert az édesanya táplálja, mint hogy egész magzati életünkben a köldöksinoron táplálkozunk. A szívsebész megoperálja a kicsi szívet, amely akkora, mint egy kakas szív, helyrehozza azt, amit a természet elrontott, visszavarják a szívet, visszavarják a szedcsontot, a babát visszateszik az anyamébe, a méhet összevarják, a mama hasát összevarják, és 9 hónapra, 1 hónap múlva a baba természetes úton megszületik, és még heg sincs a mellkasán, mert az utolsó hónapban az is eltűnik, és egészségesen jön a világra. Döbbenetes. Az. Látják, egy-egy emberért mit tud tenni az orvostudomány, és eközben 1956-tól 7 millió magzatot öltünk meg mi orvosok itt Magyarországon. 7 millió. Egyért mi mindent megteszünk, és 7 milliót megölünk. Ez a szív, ez valami kis csodaszervünk, ugye? Ahogy mondtam, 3. héttől már dobog. Tessék otthon kiszámolni, hogy hányszor kell egy évbe összehúzódni a szívnek. Nagyon egyszerű, percenként átlagban 80, megszorozzák az órával 24 nappal, 32-vel, 365-tel, hányszor húzódik össze a szív egy év alatt? Körülbelül mit gondolnak? 40 milliárdszor. 10 év alatt 400 milliárd. 78 éves, 80 éves embernek hányszor kellett, hány száz milliárdszor összehúzódni a szívnek? És ahogy mondtam, csak 2 ütés között tud pihenni. Ezért kell tudni, hogy minden olyan dolog, ami a szív ütemszámát, test, lélek, szellem, ha nem a testi, hanem a lelki, szellemi szenvedés okozza a szív szaporulatot, akkor az a szívtől veszi el a pihenési időt. Miért más, amikor fizikai aktivitásból növekszik a szív ütemszáma? Azért, mert akkor olyan kémiai anyagok termelődnek a szervezetben, ami inkább véd, mint árt. Test, lélek, szellem. Már Hippokratesz, az ókori bölcs orvos mondotta volt, hogy a betegség az, amit megeszünk, megiszunk, amit befogadunk.
Erről a három dologról próbálok önöknek olyan információt adni, ami első hallásra döbbenetes, mert ebben a hamis világban, ahol a pénz határoz meg mindent, ma már nem a hadiipar a legnagyobb profitot hozó iparág, hanem micsoda? A gyógyszeripar. Képzeljék el, 150 évvel ezelőtt nem voltak gyógyszerek. 150 évvel ezelőtt nem voltak gyógyszerek. 150 évvel ezelőtt nem voltak nagy áruházak, ahol kapaszkodjanak meg, 22 ezer vegyszerrel mérgeznek bennünket. Tehát aki a nagy áruházból táplálkozik, az minden, gyakorlatilag minden táplálékkal 4-5 kémiai szert eszik meg. És mivel nem természetes anyagok, és egyetlen egy apró dolgot mondok, mert azért polgárban talán még előfordul, hogy van kiskert, meg zöldséget, növényt termelnek. Én parasztgyerek vagyok, tehát ugye én úgy nőttem föl, hogy a húsvét táján, ugye amikor az első zöldséget, a salátát ettük, ahhoz édesanyámnak nekem később el kellett palántázni ősszel, mert ez az őszi saláta volt a legkorábban az emberi étkezésben, a zöld saláta. A tavaszi az később ért, és nem is volt olyan tartós. Számoljuk ki, hogy hány hónap kellett ahhoz, hogy a saláta fölnőjön, és a földből a létfontosságú elemeket, amiből mi is felépülünk, felvegyek. Több hónap. Mit gondolnak, hogy ma föld nélkül, természetes fény nélkül, speciális tápoldaton mennyi idő kell egy fejes saláta kifejlődéséhez? Mennyi? 2 hét. 5 óra. Rögtön mondom a másikat. Emlékeznek, hogy tartósította ős idők óta az ember a húst, amit nem frissen fogyasztott? Sólében tartotta, meddig? Legalább 3-4 hétig, attól függ, hogy mekkora volt az a sunka. Ugye? Meg a szalonna. És utána mennyit füstölt? Azért kellett levágni időben az állatot, mert, és nem vágtak nyáron állatot, mert nyáron nem lehetett füstölni. Emlékeik szerint mennyi ideig kellett füstölni a nagy sonkát, amit szalán... Mennyi? 3 hét. Minimum 3 hét. 3 hét, 1 hónap volt a sonka füstölése. Most, amit önök megvesznek füstölt árut a nagy áruházba, meddig füstölik? 5 percig. 5 perc. Ezzel csak arra irányítottam a figyelmet, hogy borzalmasan megváltozott minden, de mindenért, ha bemennek az áruházba és nézik, úgy de szép színe van. Bemennek 2 hét múlva, ugyanannak még mindig olyan, úgy de szép színe van, és a húst lehet 2 hét múlva is fogyasztani. Hát emlékezzenek rá, nyáron levágták a kokast, aztán megfőzték az ebédet, és ami megmaradt, az kint hagyták a konyhaasztalon. Aztán jött a szomszédasszony, elbeszélgették az időt, és 4-5 óra múlva, amikor mentek a húshoz, megszagolták, nem büdös volt, csak olyan, azt mondja, állott szaga van. Állott szagú húsból mit készített a háziasszony, ha nem akart, hogy a fejéhez röpüljön a férjétől az étel? Hát valami fűszeres ételt, ludaskását. De már, amiben a hús volt a lényeges, aztán, de előtte még mit csinált? Ecetes vízben lemosta. Mert az elvette egy kicsit mit? A baktériumok, gombák egy részét, meg a szagát. És most bemennek az áruházba, és ott van a csirkemáj, a hús, és 3 hétig fogyasztható.
És a színe nem változik. Mindenért. Színért, hogy a nedvességet megtartsa, mindenért, hogy elálljon, fizetni kell. Önök fizetik, meg az egészségükkel. Mivel tartósított őskortól az ember? Sóval, nácium klorid. Tessék csak figyelni, hogy a doktorok, meg a televízió, rádió bemondja, jó, sót ne fogyasszanak, mert az a vérnyomás fölviszi. Felejtsék el, a magyar népmesében emlékeznek rá? A három kis királylány. Ki hogy szereti a apát? Mint az aranyat, mint az ezüstöt, mint a sót. De az Amerikai Egyesült Államokban 5 évvel ezelőtt, amikor kutatták az örömhormon, mert annak is hormonja van, hogy tudjunk mosolyogni, meg jókedvűek legyünk, az örömhormon termeléséhez mi kell? Só. Tehát a magyar nyelve ott van. Elmennek vendégségbe, aztán hazamennek és beszélgetnek, elnézze ott. Az egy jó pofa, vicces ember volt, de ott volt egy, az olyan sótlan volt. Sótlan. Mert a magyar tudja, hogy az örömhöz is kell a só. Képzeljék el, hogy a nácium klorid, ami minden sejtnek, a nácium és a klór építő anyaga, helyette nézzék meg, hogy mivel tartósítják az élelmiszereket. Nácium, mi? Látja, azért fontos, mert egymást kell tanítani. Az idős emberek nem is hallottak róla, nem is tanították kémiát, még a középiskolában sem. Nátrium benzoát. Ez ketté válik, és az a lényeges, hogy a benzoát egy aromás gyűrű, amit sem a vese, sem a az izzadság nem tudja kiválasztani, sem a széklet, hanem a májunknak kell a kémiai vegykonyhába, kémiai úton hatástalanítani. A magyar emberek mája nem az alkoholtól, hanem a benzoáttól, meg a pancsolt szeszektől beteg. Úgyhogy ha más nem tett volna ez a rezsim, csak a pálinka főzést szabaddá tette, a magyar pálinka gyógyszer. És még mielőtt az asszonyok nekem esnének, kismértékben gyógyszer. Minden, ha nagyobb mértékben fogyasztják, vízzel is lehet ölni. De a magyar pálinka, mivel etil alkohol és tele van ásványi illóolajokkal, mert az anyagok átvennek azért, parasztpálinkának a szilvapa, más az illata, más a színe, a színezőanyag. És mi nincs benne? Nincs benne metilalkohol, butilalkohol, és nincs benne úgynevezett ipari szemlét. Emlékeznek? 1 éve Csehországban hányan haltak meg metilmérgezésben. Tehát én szeretném, ha önök a testi táplálkozás során minél kevesebb mérget, szemetet fogyasztanának. És néhány dolgot mondok, gyakorlati jó tanácsot, amivel önöket butítják, és hazug emberek hazug módon próbálják önökkel a szemetet, a mocskot megetetni. Kérem, hogy tegye fel a kezét, aki olajjal főz. Sokan. Csak bátran. Milyen olajjal főzek? Ez nagyon fontos. Napraforgó és repceolajjal. Ez a két alapvető olaj van, a főzőolaj. Ezt iparilag úgy állítják elő, hogy ledarálják, mert nem hideg préselésű olaj, nagyon fontos, hanem ledarálják és benzinnel kicsapatják. És ami a felülúszó, azt lefejtik róla, tele van benzin származékokkal. Egy. Mióta használunk olajat a sütésre? Mióta? Mióta? Nem, szó sincs. Dehogy fordít.
az olívaolaj, amit préseltek, nagyon kevés olaj volt, de hogy sütöttek olajba, azt nyersen fogyasztották, az gyógyszer. Mi a gond az olajjal, a repce és a napraforgó olajjal? Nézzék meg, az minden üvegre rá van írva, csak egyszer szabad használni. Vajon miért? Vajon miért? Azért, mindjárt mondom, mert a hús megsütéséhez legalább 180-200 Celsius fok kell. Ennyi a sütőszint. Ezen a szinten már ezek a növényi olajok megpörkölődnek, és minden pörkölt olaj rákkeltő. Tehát minden olaj, amivel önök sütnek, főznek, az rákkeltővé válik, ha abba húst sütnek. Mióta fogyaszt az emberiség húst? Hát először nyersen, aztán rájött, hogy sütve jobb. Emlékeznek rá? Az ősember ugye elment, lelőtte az állatot, utána elment napraforgót gyűjteni és préselte az olajt, hogy apa sütse, nem? Hát mióta ember él a földön, saját zsiradékába sütötte a húst. Mert a zsír nem pörkölődik meg. Ha mindenképpen olajat akarnak használni a sütéshez, főzéshez, milyen olajat vegyenek? A vendégükben mindenhol azt használják. Nem, olívaolaj, ugyanúgy megpörkölődik. Az olívaolaj az kincs, drágáim, abból egy cseppet nem szabad főzésre használni, ezt nyersen kell fogyasztani. Kíván? Régi olajütő a napraforgóból megpörkölték a napraforgót, és úgy préselték ki. Mindegy, hogy hogy préselik, még ezt tessék megérteni, hogy ezek a növényi olajok, ezen növényi olajoknak a forráspontja, amikor sistereg, mint a zsír, nagyon alacsony, ezért megégetik az olajat. Ezért vendéglőben egyáltalán nem használnak napraforgó és a repceolajat, hanem mit használnak? Mit? Pálmaolajat. Tetszik, hát mindenhol van tudós. Pálma zsírt vagy pálma olajat, mert annak a forráspontja olyan magas, hogy abban nem csak egyszer a vendéglősnek drága, ugye ő is a pénzre megy, négyszer, ötször föl tudja használni. Pálmaolaj. És mi a legjobb? A zsír. A zsír. A zsír. Egy. Tegye fel a kezét, hát nyilván a fiatalok nem, de akik koleszterin csökkentő gyógyszereket szednek. Bátran. Csak ennyien? Hú, ez egy nagyon egészséges társaság. A koleszterin csökkentő gyógyszerek, a statinok, vigyázzanak, többféle néven futnak, de a kémiai név, ami ott van zárójelben, ott van statin. Ez olyan, mint egy asszony, ha ötször házasodik, ötször asszony neve van, de a leánykori neve változatlan. Ezért mindig a kémiai nevet kell nézni. Ma általánosan ezeket a gyógyszereket statinoknak hívjuk. Ezek a statinok azért adják, hogy a koleszterin szintet csökkentsék. Van önök között orvos vagy egészségügyi dolgozó? Orvos? Drága nővérke, akkor talán még emlékszik, bár régen volt, 30 évvel ezelőtt, mi volt a normális felső koleszterin szint? Segítek, tessék utána nézni könyvekben, meg a laboratóriumi zárójelentéseken, 7,2. Ma mennyi? 5,2, 5 vagy 4,8 attól függ, hogy a gyógyszergyárak hány laboros utaztatnak. A koleszterin csökkentő gyógyszerek nem hogy segítenek, hanem a szívinfarktus valószínűségét fokozzák, a koleszterin anyagcserét
olyan irányba befolyásolják, hogy a koleszterin, ha lerakódik, akkor egy kis folt keletkezik, ez a plak, hogy ezek a meszes, érelmeszesedés kialakul a folt, az vastagszik és méz rakódik le benne, ez az arteriosklerózis. A világon maradtak még becsületes orvosok, és a tudósok egy jelentős csoportja akinek van toll a ceruzája, nyugodtan vegye elő, és kérem, hogy az orvosokat kérjék meg arra, mert a világon az arteriosklerózissal foglalkozó tudomány egy újságba közlik a legújabb eredményeket. Az arteriosklerózis, ahogy mondom, arteriosklerózis című újság, 2012. novemberi számában megjelentettek, a világ minden részéről összegyűjtötték az adatokat, 6640 beteget vizsgáltak meg. Kizáró ok volt a koszorú ér betegség. Azokat kizárták a vizsgálatból, nehogy bajt okozzanak. A 6600-ból 2400-an kaptak koleszterin csökkentőt, és 4000 akárhány százan nem kaptak koleszterin csökkentőt. Modern vizsgáló eljárással ilyen az MRI, a mágneses rezonancia imaging vizsgálat, ilyen a computer tomográfia, és ilyen a pozitív emissziós tomográfia. Ezeknek a lényege, az a lényeg, hogy ezekkel a speciális módszerekkel, eszközökkel meg lehet határozni, hogy mekkora a folt, milyen vastag a folt, és mennyi a kalcium tartalma. Tehát ezt a három dolgot figyelték, hogy akik kapnak gyógyszert, meg akik nem kapnak gyógyszer, hogy alakul magyarul az arteriosklerózis. Eredmény döbbenetes. Akik gyógyszert szedtek, kivétel nélkül növekedett a folt nagysága, a vastagsága, kalcium tartalma. Akinek tollaceruzája van, írja föl, mert nincs vége. 2012. novemberében a diabetes, úgy van írva, hogy diabetes, care, care. 2012-es számában azt vizsgálták, hogyha adták a koleszterin csökkentőket, hogy viselkedett a cukorbetegség. A koleszterin csökkentő gyógyszerek szedőknél 50%-kal növekedett a cukorbetegség, és akkor mondom a végeredményt, a koleszterin csökkentőt szedő gyógyszereknél a szívinfarktus, koszorúér betegség is 50%-kal nagyobb volt, mint a gyógyszer nem szedőknél. Nemhogy leáll, úgy tessék elképzelni, tehát nemhogy nem segít, hanem löki a betegség felé önöket. A koleszterin, mert ezt kiáltották ki, gyilkos. Ugye jön hozzám a beteg budapesti rendelőmbe, és kérdezi, mi a problémája. Azt mondja, a koleszterin. Mondom, miért? Mi a panasza? Hát a koleszterin. Mondom, fáj.
Nem, de hát a koleszterin. Hát 6-2-es a koleszterin. És már három fajta gyógyszert szed, az mégse csökken a koleszterinje. Mintha ön lenne. Kedveseim, nem jut mindenre idő, de amit elmondok, az kapaszkodó egy életre. Tudják-e, hogy a mért koleszterin, tehát amit a vérükben mérnek, annak csak egy harmada a kívülről bevitt koleszterin, kétharmadát a szervezetük termeli. Csak a józan paraszt észre tessék figyelni. Ha kívülről nem visznek be koleszterin, zsírt, akkor csinál a szervezet. Így van. Ha kívülről beviszik a koleszterin, zsírt, akkor a szervezetnek nem kell koleszterin termelni. Emlékeznek rá? Mondtam, 84-85-ben az Amerikai Egyesült Államokban, amikor kint éltem, ugye egyedül voltam, és mentem a boltba, ugye akkor ott már nagy áruházak voltak, és megvettem a tojást, mit tud egy férfi ember sütni, főzni, hát tojást. De felütöttem a tojást, tojássántottát akartam csinálni, és nem láttam a sárgáját. Hát mondtam, milyen tojás ez? Ugye ott az amerikai típus házakban a pincébe van egy kéményt építenek, és faház, tehát félnek a tűzvésztől. Kimentem a napszintre, és volt tojássárgája, de olyan halvány okker sárga volt, éppen hogy csak lehetett látni. Elmentem a piacra, én buta, még akkor ugye azt gondoltam, hogy akkor még nálunk a piacon a földművesek adták az árut. Az is ugyanilyen volt, és kérdeztem, hát az egyik csoport, az egyik kutatási területen biokémia volt, és kérdeztem az amerikai kollégát, hogy gyerekek, milyen tojás ez? Mondta, hú, hát te nem tudod. Hát mondom, mit? Hát a koleszterin, tojás, az méreg. És hoztak nekem, ugye nem csak tudományos újságokat, hanem a Life magazin, tehát magyarul az a magazin, egész Amerikában mindenki olvas, a címoldalon 1984. júniusi számban egy serpenyő, két tükörtojás a szem, és mint a bajszom, egy kóbászka, így lefrittyedve, és mit írnak a cikkbe, mert ugye azért közdi az újság, mint a Nők lapja itthon, hogy a tojás az méreg. 84, 85, ez az újság, 84-es, koleszterin, méreg, tojás, méreg. 1999, ugyanezen magazin címoldala, egy serpenyő a címlapon, két tükör tojás a szem, lecserélték a kóbászkát egy sárga dinnyehéjére, mert az ugye vigyorog, és mit ír az újság? Hogy nem, hogy lehet enni tojást, hanem naponta minimum 2-3 el kell fogyasztani ahhoz, hogy jó legyen a koleszterin szint. Mi történt közben? Közben fejlesztették ki a koleszterin csökkentő gyógyszereket. Ha majd eszik és emelkedik, akkor majd lehet a gyógyszert adni. Aki veszi a koleszterin csökkentő gyógyszert, tudja, az egyik legdrágább gyógyszer. Kérem, mérgezik a szervezetüket. De nagyon egyszerű kísérő. Tessék megpróbálni. Önök zsír, tojás, vaj mentesen esznek. Nézzék meg a székletüket. Milyen lesz? Halvány sárga. Mi adja a széklet színét? Az epesavak. Az inger az epének az, hogy eszik egy kis zsírosat. Ettől az epe savak, amelyek belekerülnek a táplálékláncba a patkóbélnél, a patkóbélben a zsírt a epe savak apró kis szemcsékre szedik,
és a hasnyál mindig, mert közös vezetéke van az epe utaknak, ott pedig a lipázok, a zsíroltók vannak. Ha nincs inger, akkor nincs epe kiválasztás. De a szervezetük meg elkezdi termelni a saját koleszterint. Tudják-e, hogy ma Magyarországon a férfiak 20%-a ivartalan? Tudják-e, hogy ennek elsőrendű oka az, hogy a nemi hormonok felborultak? Tudják-e azt, hogy mennyi meddő nő van ma Magyarországon? Nem tudják, mert nem közlik a statisztikákat. Hihetetlenül megnőtt a meddőnők száma, ugye arról hallanak, hogy ilyen eljárás, meg ugye mesterséges megtermékenyítés, ha az nem megy, akkor petesejte ültes, és idegen megtermékenyített pete. Magyarul így növekszik az ivartalan férfiak és a fogadóképes képtelen nők száma. Na, akkor tudják-e, hogy az immunrendszerük fenntartásához mi kell? Melyik vitamincsoport? C. Így volt egészen 10 évvel ezelőttig. Nem a C-vitamincsoport. Nem. A D-vitamin. Tudják-e, hogy az immunrendszerüknek a 60%-a hol helyezkedik el? Gyomorbél. Gyomorbél, az egész bélrendszer. 60%-a. Gyomor-bélrendszer. Mi kell ahhoz, hogy a D-vitamin az immunvédő vitamin felépüljön? Koleszterin és napfény. Napfény nélkül nem megy. Mesterséges fénnyel nem lehet előállítani a D-vitamint. Annak idején Angliában, az ipari forradalom idején olyan sűrű volt a füst, hogy a nap nem érte az angol gyerekeket. Azért volt angol kóros. Nem rakódott le a méz a csontokba, és mint a gumi olyan volt, ez a rachitis vagy angolkór. Tehát a D-vitamin termeléséhez a koleszterin az alapbázis, egy. Ugye a csontok, az immunrendszer ettől függ. A koleszterin vázból készíti a szervezetünk mind a női, mind a férfi nemi hormonokat. Ha nincs alapanyag, nincs miből készíteni. Ebből készíti a stressz hormonokat. Nem bírják a stresszt a maiak. Kiborulnak. Nincs védő hormon. És most jön a leglényegesebb. Minden sejtjük falához koleszterin szükséges, anélkül a sejt nem működik. Szívritmus zavarok. Ellenkező gyógyszert adnak, mert a koleszterin csökkentő provokálja a ritmus zavarokat. Azért ragaszkodom a papírhoz, mert szeretnék elmondani minden fontosat. Elmondtam. Csak tudják, mi a baj? Hogy egy-egy tablettát bevenni, meg a laborba esetleg a csökken, annak lehet örülni, csak semmi köze az egészséghez. Test, lélek, szellem. Ha valakinek a lelke megbetegszik, az immunrendszere borzalmasan károsodik, mert mit csinál? Benn marad a szobában, nem megy emberek közé, nem megy a természetbe. Ha a szelleme beteg, mert lehet szellemi betegség, de azt nem sebészi módszerekkel, de kell gyógyítani. Tudják, Szovjetunióban annak idején a politikai üldözöttekre bevitték az elmegyógyintézetbe, és azt mondták, hogy ez elmebeteg, és ezért úgynevezett frontális lobektómiát készítettek, magyarul átvágták az idegpályát, ettől kezdve ez az ember elvesztette emberi mi voltát, és nézett ki a fejéből, a szemein keresztül. Azok a gyógyszerek, amelyek a
szellemi betegségekre hatnak, hasonlóképpen működnek. Mi kell idős embereknek ahhoz szellemi képessége, mert 10%-a az agynak koleszterin. 10%-a. Ha nincs koleszterin, elbutulnak. Megbutulnak. Ja, hogy ezt akarják, mert ugye akkor majd lehet adni az ilyen meg olyan gyógyszereket, ilyen keringésfokozó, nootropil, meg akármit, jó drága. Nem segít. Mert mi segít a szellemi betegségen? A szellem ápolása. Ahhoz, hogy működjön a szív, ahhoz dolgoztatni kell. Ahhoz, hogy az agy ne butuljon el, dolgoztatni kell. Idős korban minden ilyen dologról lesz. Keveset mozgunk, a televíziót nézzük, ahhoz nem kell agyi működés. Csak legfeljebb valamiféle látó képesség. Pedig a gyereknek az agya mikor fejlődik? Hát amikor oskolába iratjuk és meg kell tanulni verseket, matematikát, mit kell csinálni az időseknek, hogy a szellemi egészségüket megtartsák? Ugyanaz, mint a gyerekeknek. Tanulni, olvasni, gondolkodni. Einstein, amikor meghalt, fölboncolták. Az összes ér kopogós méz volt. Kivéve az agya. Az összes ér hártyavékony volt. Azt használta. Hallottak, kegyelmetek, a Hunzikról? Tegye fel a kezét, aki a Hunzikról hallott. Azért nézzék meg ezeket az embereket, mert bővebb tájékoztatót majd tőlük kapnak, de én elmondom, hogy kik ők, és... Na, ne szórakozz. Hát lejárt az idő, igen. A Hunzik Nepál déli lejtőjén élő egyesek szerint azt mondják, hogy van a hunokkal Hunzik, Hunzá, valami genetikai kapcsolat, nem ez a lényeg. 1920-tól akkor az brit gyarmat volt, tehát először az angol orvosok mentek el hozzájuk, mert ezek az emberek, figyelem, ha jól látom, akkor a teremben, itt velem szemben ül, ha nem is a legidősebb, de mindenképpen az idősebb korosztályban, mert azt gondolja, hú, milyen öreg vagyok én. Ha szabad, megkérdezem, kegyelmet hány éves? 82. 82, hát ez még olyan, ahogy felénk mondják, csak olyan sűtőnek. Mert az a fiatal, ugye? 105-110 évig élnek, kedvesem, a Hunzik. Átlagosan. Nem egy-egy. 105-110. Tehát kegyelmetek is van, jó 23 éve még. Bizony. Ismeretlen náluk, figyelem, az arteriosklerózis, az élelmeszesedés, ebből kifolyólag a szív infarktus, az agyvérzés és a daganatos megbetegedés. Akkor mi a fenébe halnak meg? Ha? Az emberi lét a mai tudásunk szerint 110-120 év közel megérik azt, és idestova 100 éve a tudósok fejtegetik a hosszú élet titkát. Semmi titok nincs, el fogom önöknek mondani. Három dolgot találtak. Egy. 2500-3500 magasságban vannak ezek a lejtők, ahol élnek. Ott nincs civilizáció, televízió, kompjúter. Hát már van egy-egy, de az emberek nagy része nem is lát ilyet. Nem ez a fontos. Gleccser vizet isznak. Mi a gleccser víznek a jelentősége? Ahogy olvad a jég, a hó, nagyon gyorsan folyik át a kőzeteken, és nagyon sok ásványi anyagot old fel. Tehát tízszerese az ásványi só anyag tartalma a fogyasztott víznek. Tehát kedvesei. Nekünk a jó Isten ide tette, itt van a lábunk alatt, Magyarhon a világ legjobb ásványvíz.
tárolója. Mindenki tudja világon, ezért már elindult a háború. Nézzék meg, hogy az ásványvíz készlet kinek a kezébe van. Ezért van még magyar ásványvíz, és az egyik legjobb. Melyik az? Szentkirály. Hogy? Szentkirály. Így van, Szentkirály. Jegyezzék meg! Nincs sok különbség az összetételben, de az egy részét hamisítják, tehát csapvízbe beletesznek sokat, ez a gyalázat, de az ásványvizek közül magyar és nagyon jó összetételű a Szentkirály. Aki elég közel vannak Erdélyországhoz, az erdélyi ásványvizek, Hargita, Gyöngye és egyebek, többen tudják, hogy miről beszélek. Tehát a Hunziknál az ásványvíz. Mi a második? Ez az nagyon fontos, kedveseim, mert higgyék el, annyi tudás van itt, csak osszák meg egymással. Sárga barack, ez a sárga barack ős hazája. Innét indult el, és 5 hónapig különböző érésű, tenyészésű időben lévő barack nyers húsát tudják enni. Olyan, mint nálunk az alma, hogy elkezdődik a pamukalmával, és egészen végig 4-5 hónapon kerül az alma, tenyészik ott a kajszibarack. Mi a különlegessége a kajszibarack fogyasztásnak? Hogy akár nyersen, akár figyelem, napon aszaltan fogyasztják, csak napon aszaltan. Hozzá, minden húshoz hozzá esznek egy magot. Emlékeznek rá, gyerekkorunkban törtük a magot, csak öreg anyám úgy emlékszel, hogy ne egyetek annyit, mert megfájdul a hasatok. Miért? Mert mi van benne? Cián, cianon. Mi a cián? Gyökcsapda. Mi a gyök? Szabad gyök, ugye? Írják, hogy tessék ezt fogyasztani, mert ennek a szabad gyökcsapda, vagy hogy is árulják még? Szabad gyökfogó. Szabad gyökfogó. Megint, hogy átverik az embereket? Magyarul hallotta ezt a szabad gyök dolgot? Magyarul, hogy mi az tulajdonképpen? A megye hasa. Nem. Sokkal egyszerűbb. Mindenki tudja. De mivel más titkos szót adtak, ezért hülyítik az embereket. Minden parasztasszony tudta, hogy olyan véndőbe, olyan edénybe zsírt beletenni nem lehet, ahol lepattogzott az ománc, és a vassal érintkezett a zsírben. Mi csinált? A zsír megavasodott. Tudják, mi a szabad gyökképződés? Avasodás. Minden vörösvértestjükben vasmag van. Milliliterenként 4-5 millió vörösvértest, ha túl oxigenizál, akkor szabad gyök képződik. Ilyen egyszerű. Ja, az öreg anyáim tudták ám, hogy ugye az égés, az avasodás, ha a fára tesznek fát, az gyorsan elég. Ha a fa az erdőben nincs meggyújtva, akkor nem 10 perc alatt, 1 óra alatt ég el, hanem 15-20-30 év alatt. Igaz? Elkorhad. Az is egy égés. Lassú égés a korhadás. Szeretném megkérdezni, hogy maguk vidékén, mert vannak az úgynevezett téli körték. A téli körte tulajdonság az, ha most leveszik, élvezhetetlen. Mert hova tették a Hárpába, meg buzába, úgy is hívták. És miért tették oda? Mit gondolnak? Hogy a szabad gyök képződést megakadályozzák, mert az árpa szemek és a búza szemek ugyanúgy élnek, mint mi, oxigént lélegeznek be, és széndioxidot lélegeznek ki. És a búza szemek között a búza szemek, meg árpa szemek kilélegzik a széndioxidot, az a tartósítószer, mert nem avasodik. A apáink, anyáink tudták, mit akarok ezzel mondani? Tessék visszatanulni a régi bölcsességet. Annyi mindent szerettem volna mondani, de... Tudják?
itt legalább 5 korosztály van. És hogyha az unoka megkérdezi az öreg anyját vagy öreg apját, hogy mama, mit tanultál az iskolába, meg melyik könyvű, hát a mama, a könyv nincs meg, amit elmond, a gyerek nem érti. Kezembe tartok egy olyan tankönyvet, amit 1770-től 100 éven keresztül ez volt minden magyar nebulónak a könyve. Ekkora könyv. Minden benne volt, amit az ifjaknak meg kellett tanulni, és majd figyeljenek, érdekességként olvasom, ez a címe, hármas kis tükör, mely a magyar királyi birodalomnak Magyarországra, tehát minden országból magyar nyelvet oktatta, egyéb részeinek földleírását, mostani polgári állapotát, tehát az állam berendezkedést, alkotmány, a magyar nemzetnek történetét, tanuló ifjak számára ez az 1845-ös kiadás. És semmi más, mint néhány apró tanács a táplálkozással kapcsolatban. Hát azért vannak itt, nem? Itt kint láttam, hogy miből, mit csináltak. Ha megkérdezik a gazdák, hogy mire jó, el fogja mondani. Azt nézzük meg, hogy 1777-től ez változatlan volt. 1874. Ebből tanultak a gyermekek. De test, lélek, szellem. Hát először a szellemmel kezdődik. Életszabályok az ifjaknak. Azon légy, hogy tested és lelked épp s jó egészségben maradjanak, mert azok Isten ajándékai egészség nélkül sem kötelességeinket nem teljesíthetjük, sem az életnek igazán nem örülhetünk. Elég egyértelmű. Ez kell, ez az egészség. Lelked úgy marad egészséges, ha azt hivalkodó, ha vétkes indulatok, bujaság, irigység, gyűlölség, bosszú és epegedés nem rongálják. Türelem és gyakorlás által a legnehezebb munka is könnyűvé lesz. Ne légy bizalmatlan magad iránt, sőt, bízzál Istenbe, ki munkádat meg fogja áldani. Ne halaszd el holnapra, amit ma el lehet végezni. Tunyaság, lustaság a sátán párnája. Már a régi pogányok is azt hitték, hogy isteneik mindent csak munka és fáradtságért adnak. Mihez semmi között, avval ne gondolj, inkább kötelességed végez gyorsan és készséggel. Következő paragrafus. Rend tartja meg az embert. Tehát rend uralkodjék egész életedben. És ezt úgy nézd, mint folytonos nevelést, melyben egyik életkor a másikat míveli, vagy rontja. Minden nap és minden dolognál tanulj valami újat. Tetszik hallani a előbbi tanácsot időskorban? Tanulni, ha az agyunkat meg akarjuk tartani. Estéként ezt kérdez magadtól, vajon mai napon tanultam-e, vagy tettem-e valami hasznosat mások javára? Ha erre igennel nem felelsz, elvesztett, elveszett rád nézve ez a nap, és azon nem voltál méltó az életre. Nem dolgoztál, nem tanultál. Az a nap kiesett az életedből. Üdvösebbet soha nem tanulsz, mint azt, hogy jobb ember kötelességeit teljesítésére alkalmasabb és képesebb. Isten iránt háládatosabb, az emberek iránt jobb szívű, és nekik hasznosabb légy. Semmi se legyen szented előtted, mint jó lelkiismereted, vallásod. Kicsit gyorsítunk. Szeresd hazádat. Az én kutatásaim, amelyet
az utóbbi 15 évben végeztem, amikor azt a kérdést tettem föl, hogy miért beteg a magyar nemzet, azért beteg, mert nem szeretjük a hazánkat és nem szeretjük egymást. 150 évvel ezelőtt mit írnak? Szeresd hazádat, mert néki köszönheted életedet, neveltetésedet, szüleidet és barátaidat, keblében éledi gyermeki, ifjúi korod vidám éveid, mivel él szabadságával, jussaival, részesülsz áldásaiban, benszülöttjé benne lakjál, kik szörőféltjét megveti, s külföldön pazarolja vagyonát, nemzeti megvetést érdemel. Szolgálj azért a hazádnak, erőd és tehetséged szerint, csak úgy lehetsz érdemes fia, s ki annak közjavát előmozdítja, terheit viseli, a leghűségesebb és leghálázatosabb tagja. Hazád törvényei szentek legyenek előtted. Tanuld azokat, különben a tudatlanságból is büntetés alá eshet el, vagy megcsavattathatol. Ugye banki kölcsönök, devizakölcsönök. Ne bíráskodjál fölöttük, hanem, tehát ne bíráskodjál, hanem cselekedjél a törvények szerint. Szeresd nemzeted ősi magyar nyelvét. Nincs féltőbb kincse egy nemzetnek, mint nemzeti nyelve. A világ legrégebbi történetei bizonyítják, hogy azon nemzet, mely nyelve gondatlansága által elkorcsosodott, vagy idegenek majmolása, majmnak, az e-mailezésben, az angol szavak, a blog szavak, ékezet nélküli szavak, felvéletele miatt elenyészett, tehát idegenek majmolás és felvétel elenyészet, az az élő nemzetek sorából kitöröltetett, s az többé életre hozni semmi nem vala képes. Törvényeket, melyek elavultak, ismét felébreszteni és újakat teremteni lehet, de a kiholt nyelvet többé feléleszteni soha nem lehet. Idegen nyelvet tanulni nem kötelesség, de a hazai nyelvet nem tudni szégyen. Itt megállok egy pillanatra, mert a magyar gyerekeket állandóan azzal gyertek nyelvtanak, hogy milyen puta vagy édesfiam, hogy nem tudod megtanulni ezt a nyelvet. Kedveseim, legyenek nagyon büszkék az idegen nyelvet tanuló bikvafejű magyar gyerekre, mert a mi anyanyelvünk az logikus, építkező nyelv, és az, amit anyanyelvként logikával megtanultunk, ezért van annyi tudós, fejlesztő, a világ kitalált dolgainak nagy része innét származik. Ja, ez hátrány, mert ezt a logikátlan, hebefrén nyugati nyelveket nem tudja befogadni a logikus agyunk. Hát másképp van írva, másképp kell rejteni, de még az sem úgy, hogy egyféleképpen van írva, egyféleképpen rejteni, hanem ötféleképpen. Ez a magyar agynak nehéz. Meg kell tanulni, de ne legyenek szomorúak, hogy nehezen megy, mert a hülyeséget a magyar agy nagyon nehezen fogadja be. Igen, ez nagyon fontos. Eljöttünk a devizahitelesekhez. Ez a 14-es pont. Pénzeddel korán tanulj okosan bánni. Számolj magaddal. A rendes számolás óvja meg az embert a nincsen pénzem aggodalomtól, mególja a pénz felszedéstől, ha tisztán tudja, mi a jövedelme, mi adhat ki. Nem kerül a pogány pénzkerítő keserves keretcéjébe, vigyázz hiteledre, szintúgy, mint becsületedre, adóságodat pontosan visszafizess. Már Korvé Mátyás király idejében az adottó szentséget tiszteletbe tartatott, mert kiki a szerint tartozó bíró a törvény előtt fejet hajtani, ha magát kötelezi. De mire a törvényre? És ez hitelt csak szeretném, ha tudná, hogy uzsora hitelre a zsidó világban se lehetett. Tehát a zsidók sem adhattak uzsora hitelre. A keresztényeknél tiltott volt
a kamatszedés. Tehát a kölcsönadásnál nem lehetett kamatot szedni. Na, befejezésül egészségügyi szabályok, ahogy mondtam, ott van a táplálék, néhányat sorra veszünk. Gyerekek, csak egy nem szaporodtak azóta. Ifjak vannak azért néhányan. 100 évig öreg apja, öreg anyja, annak az öreg apja, annak az öreg anyja ebből a könyvből tanul. Tetszik tudni? Tehát bárki, az apa, anya, öreg apa, dédnagyom, ha fölnyitotta, csak mondhatni, hogy ezt kell ma édes gyermekem elolvasni. Borzasztó, micsoda avit, figyeljenek! Egészségi szabályok. Álom és víz. Mossa magát reggel kiki vízzel, úgy de hideggel, s nyújtorszék frissen, hajait fésülje díszesen, járjon sétálva, fogait tisztítsa vakarva, ki ezt így mivelik, testek tagjait erősítik. Étel után hidd el, tenyered jó mosni vízzel. Tartja kezed tisztán, szemed érleli, fényde kinyitván, hogy ne sirasd fejedet, most fiam a kezedet. Hogyan? Hogy ne sirasd, ne könnyezzél, mossad a szemedet. Ha én itt a teremben megkérdezem, hogy hogy kell a szemet törölni, mutassák meg, hogy hogy szokták a szemüket törölni. Bátran. Úgy. De még egyszer. Egy igaz embert látok, majd elárulom, van itt velem szemben egy igaz asszony, aki tudja, hogy hogy kell. Tessék a pici babákat megnézni. A pici baba nem így törli a szemét. A pici baba így törli a szemét. Itt van a könyvmirigy. A könyvmirigyből folyik a sós könyv. Fertőtleníti a szemet, mert pislogunk, és a könnycsatornába az óron keresztül folyik, mert amikor sírunk, a könnyünk potyog, akkor az órunkba folyik. Hogy szabad a szemet törölni? Egy. Sehogy. De ha már törli valaki, akkor kívülről beveré, ahogy ön törölte, mert így a baktériumokat, vírusokat a folyás irányba tereli. Így meg visszakenjük. Egy régi mondás. Ha valakinek kötőhártya gyulladása van, a magyar szemcseppek meggyógyítják 3 hét alatt. A nyugati gyógyszer 2 hét alatt. A kamilla főzettel való törlés 1 hét alatt. És ha semmit nem használnak, és nem nyúlnak hozzá 3 nap alatt. Ide van írva? Próbálják ki. Azt mondja, beszéltünk, hogy a szív mikor pihen. Emlékszik? Ezzel kezdtük az előadást. Ez a több mint 150 éves írás mit ír? A terhes gondtól óv szívedet, úgy a haragtól, éj, most jön a fiúknak nagyon jó tanács, kevés borral, és csak vékony vacsorával. Mert 3-as romlás, itt beszél a mozgásról, restség, nátha, főfájás, mitől származik? A délutáni hosszú alvástól. Azt is el nem ulaszt, hogy az emésztést ne szorongasd. Eljönnek hozzám betegek, és fittyed le a has, el van szorítva, hogy szép karcsú legyen meg farmerba. Az emésztést ne szorongasd, natráxia, akkor még Hosentroger volt, lotyogott, hogy szabadon tudjanak mozogni a bele. Ezt, ha megtartod életet, sok időre halasztod. Szem. Fürdő, szél, borivás, bors, tűz, porhagyma, éjjeli virasztás, a síralom, ifjú hölgyek, fogják be a fülüket,
Szerelem rontja valóba szemem. Hát mert sokat sírnak a szerelmesek, meg dörzsöljük. Kenyér, éj szép mértékkel, lyukacsos kőt puha kenyérrel. De ne vegyed melegen, ne egyed, ha béles üdetlen. Hányszor, mondta öreg anyám, amikor kemencét alig várta, hogy kiérjen a kenyér, nem ehettek addig, még egy kicsit meg nem hűl. Így volt? Tudták és megnézték. A kenyér sületlen volt, azt nem ették meg, még ínség esetén sem az emberek. Na, menjünk egy kicsikét, mert itt van, ugye, Körte Szilva, Téj, azt mondja, Körte Szilva, jó körtvény borral, úgy mérget üzhetni dióval, hevesít a Szilva, hasadat tartja jól nyitva. Ugye tudják, hogy a Szilva lekvárral lehet legjobban hasat hajtani. Téj, ki köhögős mellyel éljen, figyelem, emlékezzek rá, hogy a tüdőbajosokat mivel gyógyították a mi vidékünkön? Mivel? Milyen tejjel? Kecsketejjel. Ott, ahol teve van, teve s kecsketejével, vagy szamarat feljen, s azzal szüntelen éljen. Ártalmas a téj, figyelem, gondolták volna, ha fejed fáj, vagy a hideg lél, tehát amikor lázas vagy. Tej nem jó, vérfehérjék miatt, ez egy másik előadás. Jaj, káposzta, a káposzta szorít. Ugye, szorít persze, mert szeres lesz a bérrendszer, szorít. De jól készült a levelágyid, ha veszed egymásra, hasadat indítja folyásra. Édesrépa segít, ha benned sok szelet indít. Vizeletet hajtja, de fogad valamennyire rontja, ne edd azt főtelen, has tekerésre kegyetlen. A nyers édesrépa. Vaj savó. A vaj folytában hasadat lágyítja valóban. Gyenge savó mossa, gyomrod tisztítja, zavarja. Must hasadat nyitja, de vizeleted egybe szorítja. Ugye hasmenést okoz a must. És miért szorítja a vizeletet? Nagyon sokat cukor, és visszafogja a vizeletet. Nem kérdezem meg, hogy hányan cigarettáznak önök közül. Engem majd, ha látnak kimenni pöfékelni, már nagyon régóta nem dohányzom. Önök között van, aki cigarettázik, dohányzik? Ne tegye fel a kezét. Csak feleségének mondja, vagy annak, aki bántja, hogy nem cigarettázom, nem dohányzom, hanem füst áldozatot mutatok be a jó Isten. Mert a szándék, ugye? Miért? Hát annyi mindent áldozunk ételbe, sok minden mozgásba. Mit ír a pipáról? Figyelem, nagyon örülnek a nem dohányzók. Mi a füstös pipa, kérted? Sátán csali sípja. Ellened ezzel oroz, majd veszedelmet okoz. Mit használ? Mondd el, magadat sápasztani füsttel, úgy kivalál buborék, füstreszelés, habarék. Cigarettáról ennyit. Lapozunk egy kicsit. Az erkölcsi regulákból csak az oskolában megvan az, mit kell csinálni reggel, mint egy gyereknek. Le volt írva. Tudta. Jókor felkelj, öltöz, mosdjál. Az Istenhez fohászkodjál. Megmosd a szád, szemed, füled, frissebb leszel egész testben. Hogy kell viselkedni az utcán? Menj az utcán szépen folyvás, nem kullogva, se nem futván. Magad ne görbítsd előre, ne hánykolódj nyakra, főre, ne andalogj, ne kiabálj, ne oldalogj, ne haigálj, ne ácsorogj, csap szépnél a kocsmánál. És így tovább. Oskolában. Nagy vízbe nem menj fürödni, hányan fulltak bele a vizekbe. Télbe nem menj sikározni, ugye? A jégen csúszkálni.
De siess az oskolába, mint tudomány vásárában, foglalj helyet, s Istent kérjed, hogy tanulva célod érjed. Időt fordíts tanulásra, ne játékra, s futkárzásra. Légyen mindig jó pajtásod, tentád, pennád, papírosod, társaiddal ne veszekedj, hanem leckétből vetekedj. Ne társalkodj a rosszakkal, hanem a magadnál jobbakkal. Figyelmezzél a leckére, s a tanítód intésére. Figyelem! Engem, ha a tanár, tanító megvert az oskolába, akkor még körmös volt meg. Patrafekvés, és hazamentem ebédelni, és édesanyám látta, hogy a kanalat nem, meg a villát nem úgy fogom kérdezni. Mi történt, kisfiam? Hát mondom, körmös kaptam. Édesanyám nem kérdezett, hogy miért kaptam, hanem elvert. Hogy szegény tanárnak gondot okoztam. Ha beírtak az ellenőrzőbe, akkor nem kérdezett vissza, mert akkor már apám jött a pálcával. Igen. Ha megdorgál a tanár, azt köszönd meg. Mások intését sevesd meg. Addig tanulj, még időd van. Erőveszed nagykorodban. Ha jól tanulsz, felkapsz, csak várj. Kegyes légy, és az Istennel járj. Ha nevelőim, tanáraim nem nyesegették volna le a vadhajtásokat, elvadult volna a fa. Egy olyan bátyám volt, akit soha nem kellett se tanulásra, se munkára biztatni. Olyan növény volt, aminek nem volt vadhajtása. Soha életében nem kellett megütni, soha nem hazudott, soha nem lopott. Én loptam, csaltam, hazudtam. Muszáj volt nyesegetni, mert csak a vadhajtások nyőttek volna. Egy családból, egy anyától, egy apától valók vagyunk. Hát, egy dolgot keresek, ami sokáig azt hittem, hogy ez a falfirkát. Tehát arról is rendelkezik, hogy a ház oldalára meg a kerítésre ne firkálj. Tehát 150 évvel ezelőtt is voltak grafitisok, nem változtunk mi, meg csak nevelték őket. Tetszik tudni? El szeretnék önöktől búcsúzni. Régi magyar áldással, de az idősekhez még szólnék két szót, mert hogy magam is, amit elmondtam, saját tapasztalásom is benne van. Én 8 szív beavatkozása és 5 infarktussal állok önök előtt. Jól hallották. A tudomány mai állása szerint ez nagyon nagy ritkaság. De nem vagyok beteg. Azért, mert mindenre van gyógymód. De nem ember által. Az ember, ha jól ismeri föl Isten törvényeit, és a szerint ad tanácsot, ha megtapasztalja, hogy amit Isten teremtett, az jó, a természetben lévő növény, amit az ember elront, beleteszi a mérgeket, az nem jó. Ha visszatérünk a teremtői világba, akkor az egészségünkhöz közelebb kerülünk. Idős emberek ne gondolják azt, hogy 20 évesek lehetnek, de lehetünk egészséges 80 évesek, 90 évesek, 100 évesek, mint a Hunzit. A szívünk, mondtam, megállás nélkül menni kell, óvják. Ha bántják egymást, szaporodik a pulzus. Mindenki mindenkinek gyilkosa és gyógyítója lehet. A szeretet az egyetlen dolog, ami képes a megnyugvást adni, képes mind az egyénnek, mind a nemzetnek, mind a világnak a gyógyulást meghozni. Egy nagyon fontos üzenet az idősek felé, és egy búcsú majd a végén.
Szolgálj szívem. Egy nagyszerű professzor asszony írta, talán többen ismerik a nevét, Várnai Zseni. Ugye? Ismerik a Szolgálj szívemet? Így szól. Csak kitartás, biztatom magam. Még futni kell, még minden messze van. Szolgálj szívem, még egy kicsit nekem. Jaj, meg ne állj az úton hirtelen. Sok a dolgunk még, s nem mutathatom, hogy a harcot már nem nagyon bírom. És este, ha ágybaroskodok, érzem, nagyon-nagyon fáradt vagyok. Kicsit nehéz volt, jól tudom szívem, elkoptunk, de ne sejtse senki sem. Higgyék csak azt, az óra jól ketyeg. Nem irgalmaznak ám az emberek. Csak hajtsd a vért, arcom piros legyen. Frissen induljak minden reggelen, csak én tudom. Ha ágybaroskodok, estére már milyen fáradt vagyok. Szemem árkos, ajkam szögletén a két vonás már mély lett és kemény. Sokat sírtam. Eső után a föld ilyen baráztált, csapszott, elgyötört. De ha mosolygok, mint a nap kigyúl, arcom hegyvölgye lágyan kisímul, csak este, ha ágyamba roskadok, érzem megint, nagyon fáradt vagyok. Csak kitartás. Kip-kop, pontosan. Holnap sikerült megint biztosan a félúton szívem, jaj, meg ne állj. Kip-kop, tovább is híven kalapálj. A hegynek föl kicsit nehéz az út, szív kell hozzá, de aki oda jut, a csillagok köz csillagként ragyog, csak este, este olyan fáradt vagyok. Sose pihentem, nem volt rá jogom. Most megállok, s felfohászkodom. Ó Istenem, kicsit még el ne hagyj, szegény szívem, te meg szaladj, szaladj. Csak kis kitartás, még egy hős iram, fussunk dalolva bátran és vigan, de este már a dal is csak dadog. Altassatok el engem, csillagok. A búcsúzás előtt kérem önöket, engem ne tapsoljanak meg. Majd jönnek önökhöz művészek, politikusok. Én nem azért jöttem, hanem azért, hogy a tudásomat megosszam önökkel, hogy segítsek a mindennapjaikban. Ez pici segítség, mert napokon keresztül kellene mondani, hogy mit kellene ahhoz csinálni, hogy az egészségünket megtartsuk. A kínai császár nagyon megfizette az orvosát. Ha megbetegedett, megbotoztatta. Ha súlyosan megbetegedett, elcsapta vagy lenyakasztatta. Mert az egészséget megőrizni kell, és nem a betegségből meggyógyulni. Mert az már nagyon nehéz. Ezért egészségesen élni. Egész test, lélek, szellem, együttes ápolása. Vissza kell tanulni a régi bölcsességeket, a régi tudást. Ez egy 300 éves gyűjtésből származó régi magyar áldás. Ha messziről jött ideget kedvesen fogadták, akkor a távozó áldást mondott a jelenlévőkre. Ezt meghallgatják, és utána elbúcsúzunk. Ez így szól. Tehát régi magyar áldás, népi gyűjtés 300 év távlatából. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész élete. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítsed el szívedet, hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjasoknak.
s legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak. Legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek. Légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked. Hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságot, őrizze meg kedvességed, őrizze meg önmagadnak és a téged szeretőknek. Szent János, evangélistánk, Krisztus Uram legkedvesebb tanítványa, János apostol életének utolsó 12 éve összesen 2 szót mondott ki. Soha többet nem szólt. Csak 2 szót mondott ki. Bárhova elment, bárhova hívták, beszélni, kérdezni. 2 szó volt. Ezzel a 2 szóval búcsúzom. Szeressétek egymást. Szeressétek egymást. Még annyit szeretnék elmondani, hogy az én édesapám azt mondta, hogy mint méreg elől, fuss a sótalan étel elől. Köszönöm. Kedvesem, de mondani kell, a só az élet. Mi a baj, hogy nem izzadunk, és a só háztartásunk zavarba kerül. Izzadni kell. A só feltűtleníti a bőrt. Ugye a parasztember elment aratáskor, hazavitte az inget, fölakasztotta a szögre, másnap reggel kirázta a sótól. A sóval fertőtlenítünk. Mozgatni kell, mozogni. És még egy érdekességet szeretnék mondani, ami biztos, hogy nincsen véletlen. Ugyanis ma, amikor főztem a csipkebogyó tejámat, amit idehoztam, hogy a kedves közönség megkóstolja, véletlenül cukor helyett sót tettem bele. Szerintetek miért? És most minden cukrász tudja, hogy minden süteménybe a legédesebb és kell csipetni sót. Önök tudják? Igen. És én most arra kérek mindenkit, hogy kóstoljuk meg ezt a csipkebogyót sóssal. Köszönöm szépen. Szóval higgyenek maguknak, mert az ősek, és óvatosan az orvosi tanácsok, hogy gyógyszer, sokszor életet ment, de fölöslegesen bevett gyógyszer a halál. Ezt is higgyék kell. Professzor úr, még egy kérdés, ha megengedne. Igen. Mi a véleménye a gyógyoltásról? Az egy külön előadás, nem fogok belemenni, de röviden és határozottan mondom a véleményemet. A modern orvostudomány, tehát mitől számítjuk a modern orvostudomány? A védőoltások felfedezésétől. A modern orvostudomány legnagyobb áldása a védőoltás. A védőoltás az emberiség megmentője. Ezt tessék elhívni. Csak mint mindennel vissza lehet élni, és gazemberkedni lehet vele. Ez a gond. Hát az atomenergia bűnös, hogy Hiroshimát és Nagasakit állítottak elő. A paksi atomerőmű, ami energiaellátáson több mint 42%-át biztosítja. Azok az emberiséget pusztító járványok, amelyek megfelezték az emberiséget, eltűntek. Maga a felfedezés is
nem más, mint Isten kegyelméből ott van a gyógyszer, csak oda kellett figyelni. Tudnék, a nagy középkori járványok közül a himlő kitüntetett helyen volt. És észrevették, hogy az angol fejőnők nem betegszenek meg himlőbetegségben. És elkezdte ez a Jenner, így írják, Jenner, vizsgálni, mi ennek az oka. A fejőnők az állatvírus, majdnem baktérium fertőzést, mivel fejtek, apró sérülések voltak, és a tehén tőjén keresztül az állathimlőt, ami az emberre nem kártékony, de védelmet ad az ember himlő ellen. Így fedezték fel a védőoltásokat, kedvesem. A jelenlévők közül csak alig-alig emlékeznek arra, hogy milyen borzalmas volt az 50-es évek közepén a gyermekbénulás. Hányan lettek nyúlékok, hányan haltak meg. De azt, hogy Magyarországon a tetanusz, ugye a diperte, diftéria, pertussi, szamárgörgés, tetanusz védőoltás több ezer gyermek életét mentette meg, mert ma, aki védőoltást kapott, gyakorlatilag nem hal meg tetanuszba. Én láttam még pályám kezdetén tetanuszos halált. Látvány is borzasztó, nem azt elviselni. Tehát ezek a klasszikus, emberiséget pusztító védőoltások igenis az emberiség javát szolgálják. Abban a pillanatban, amikor elkezdenek csalni. Mert az influenza, mert erre kellett volna rákérdezni, a védőoltások jók, de 1919-20-ban a spanyolban többen haltak meg, mint az első háború harcterein. A spanyol az A-influenza vírus volt. Miért? Azért, mert a háború nélkülözése, a test, a táplálkozás, a lélek gyötrése, szeretteink haltak a háborúban, mi rettegtünk, a szellem gyötrése az immunrendszert hihetetlenül legyengítette. Ezért aratott az influenza halál. Tehát influenza ellen a saját immunitásunk növelése, amiről beszéltem, szabad levegő, mozgás, D-vitamin. Az pedig, már bocsásson meg, mi a képzettsége, önnek mi a képzettsége. De kérem, azért segítsen nekem, mert nagyon fontos. Természetben minden megvan, de ez gyalázat, amit most csináltak, mert tudjuk, hogy a H1N1 vírus az egyik leggyengébb vírus. Tehát, és a vírus állandóan változtatja a pofáját. Nem lehet igazán biztos védőoltást adni. Ahogy szoktam volt mondani, már fölmegyünk a holdba, meg a csillagokba, de a náthával mit sem tudtunk mit kezdeni, nem is tudunk. Természetes immunitás. Mi volt a gyalázatos az influenza védőoltással? Tudja, mi volt a gyalázatos? Németországban kétfajta oltóanyagot csináltak. Egyet a gazdag embereknek és a politikusoknak, a másikat meg az átlagembernek. És az átlagemberben a higanyszennyezés olyan magas volt, hogy az alapimmunitást eleve támadta. Tehát amikor összekeverednek a dolgok, akkor összekeveredik az emberi elme is. A védőoltás jó, a H1N1 influenza vírus ellen adott védőoltás gyalázat és bűn. Tehát egymás mellett van, azért kell kibeszélni ezeket a dolgokat. És ezek a gazemberek, miniszterek és politikusok fiziológiás konyhaskút adattak be maguknak a tévé kamerája ellen. Tehát erről beszélek, kedveseim, tessék gondolkodni. Az semmiben nem kerül, hogy kimegyünk gyalogolni, hogy egészséges zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk. Az immunitásunkat növeljük. Aztán, ha becsületes orvos van, becsületes orvos.
Hát minden gyógyszernél, amit hirdetnek a tévében, azt mondják, hogy kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét, és az influenza védőoltásoknak a sátrakban kit lehetett megkérdezni? Volt ott orvos? Tehogy. Tudta az orvos, hogy mit adott? De nem tudta. Tehát nem a, ahogy ezt szokta mondani a magyar, a laborral kell kiönteni a magzatot, hanem ki kell kényszeríteni az igazságot, és a gazembereket, a gyógyszert adó, gyilkos szereket adó embereket el kell kerülni. Én azért vagyok itt, mert énekem már csak a teremtő, a lelkiismeretem és a tudomány parancsol. Tehát én nem, amit említettem, az arteriosklerózis, az sok 6600 beteget vizsgáltak meg, tudósok. Csak a tudomány is eladta a lelkét, mindent pénzemen alatt.